Benzinből átlagosan 0,3%-kal, gázolajból pedig 1,2%-kal adtak el kevesebbet 2024 első felében, mint tavaly ugyanezen időszakban. Az év első 6 hónapjában a teljes üzemanyag fogyasztás több mint 1,8 milliárd liter volt. Ennek mintegy 40%-a benzin és közel 60%-a, vagyis több mint 1,1 milliárd liter dízel. A prémium benzin iránti kereslet 12,3%-kal, a hasonló kategóriájú gázolaj kereslete pedig 16,4%-kal nőtt. A sima üzemanyagokat viszont kevesebben keresték. A 95-ös benzin fogyasztása 2,6%-kal, míg a gázolajé 2,5%-kal csökkent. Ennek pedig több oka is van. Amióta 600 forint feletti átlagárakat látunk a kutakon, és ez hát köszönhetően az évelei 40 forintos jövedéki adóemelésnek, egy csökkenő tendencia látszik, ami ilyenkor nyáron némileg megugrik, és a hazánkba érkező külföldiek tankolásával is minimálisan nő, de az Ásványolaj Szövetség adatai szerint is kevesebbet tankolunk idén, mint az előző évben ugyanazon időszakban. Van egy olyan réteg, akinek mindegy, hogy mennyi az üzemanyag, ha 1000 forint lenne, akkor is tankolna és ugyanannyit járna, akár az adott jármű kategóriától, tehát olyan felső kategóriás járművekbe tankolják ezt, ahol a prémium adalékolt magasabb oktánszámú üzemanyagot javasolja akár a gyártó is. Tehát ilyen szempontból van egy olyan réteg, aki nem árérzékeny, és szeretné az autóját költségmentesen fenntartani azzal, hogy a jobb minőségű üzemanyagot tankolja. A szomszédos országok áraihoz képest jól állunk, a régió átlagára alatt van a magyar. A benzin esetében 10 forinttal, a gázolaj esetében pedig 7 forinttal olcsóbb hazánkban az üzemanyag. Ezért felsőbb kormányzati beavatkozásra nem kell számítani. És ezért már a környező országokba se érdemes átmenni, csak a tankolás miatt. Most pont Romániában és Horvátországban is jövedéki adóemelés lépett életbe, és Romániában az elmúlt másfél évben tényleg több mint 100 forinttal is olykor alacsonyabb árat tudtunk fizetni a benzin, illetve a gázolajért. Most éppen nézem a legfrissebb összehasonlításunkat, az árkülönbség nagyjából ilyen 25 forintra olvadt el a Magyarország és a romániai árak között a benzin esetében, ami azt gondolom, hogy most már nem egy olyan csábító különbség, ami miatt érdemes akár 40-50 kilométert is autózni a határ mentén, hogy tankoljunk. Hogyha a gázolajat nézem ilyen szempontból, akkor ott szintén már csak egy ilyen 20 forintos különbség van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt kihozza a matek, ha valaki leül és kiszámolja, hogy csak azért átmenni Romániába, hogy tankoljanak az alacsonyabb üzemanyagárért, mert nem nagyon érdemes. A szakértő azt is elmondta, ellátási problémától nem kell tartani a mezőgazdasági gépek tankolásai miatt sem. Aki pedig még a nyaralási költségvetését tervezi, tartósan 610 plusz-minusz 10 forintos árakkal kell számolnia. Szerdán bejelentette a MOL, hogy újra csökkent a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árán csütörtöktől. Előbbi esetében bruttó 4 forintot, míg a gázolaj esetében bruttó 5 forintot. Így utóbbiért átlagosan 623, míg a benzinért 616 forintot láthatunk a töltőállomások tábláin.